Balik hosszú, nem levág, 20, jobb négy tempó, nem levág, ból, lesz a bal négy tempó, nem levág, ból, a jobb négy tempó, nem levágott, engedhetett száz a balon, viszont még, a Péter tovább, jobb negy, várom, csak harmadik minusz, nem levág, szar, figyelj, Csuhás, és bal, 22, második minusz, nem levág, jobb 34, a bukkant tempó, nem levágott, engedett, és 200, még egyszer, össze-vissza vannak a botok, ja. Hosszan bukkan a balon, figyelj, jobb 5-43, harmadik minusz. Haladunk. Jobb három búja, kigyorsítás pontos, és 150 balon. Nagyon szép volt, Csabi. Majd jött egy balkanyar, amiben gyakorlatilag nem volt semmi trükk. Befordultunk, lényegében már kigyorsítási része voltál, és ezt csak így csináltak, hogy kihúzták alólam a talajt. És akkor nem értettem, hogy mi történt. Tehát fogalmam nem volt. Azt hittem, valami kiszakadt a kocsiból, vagy értelmezhetetlen volt a dolog. Akkor ott eltaláltunk valami fát, akkor még lefordított, lementünk valami jó mélyre, ott még egy-két fát kiütöttünk. Majd ugye a szokásos kérdés, hogy jó vagy? És amikor nem jön válasz, na, akkor van baj. Hát akkor láttam, hogy Viki az hát eléggé megsérült, ott volt kulcsontörés, bordatörés, tüdőzúzódás, tehát pont az ő felére kaptuk a fát, és ahogy már csúsztunk le az árokba, a jobb árokból olyan régen nőtt ki egy fa, és pont elkaptuk a tetőoszlopot, az széttépte még a bukócsövet is, végig szántott az autó oldalát, úgyhogy gyakorlatilag a Viki ülését, az ilyen széles ülést összeroppantotta ekkorára, majd visszarugózott. Hát ugye attól is voltak a sérülései, lényegében a Hans tört el a csontjait, és hát akkor életemben először sokkos állapotba kerültem, azt mondták, én mondjuk úgy nem vettem észre, csak azt, hogy valami nem gömbölyű. Kaptam a nyugtatókat, stb. És ugye akkor jöttek ott a nézők, próbáltak segíteni, és lényegében tőlük tudtam meg, hogy jó pár, nem magyar, tehát hozzáteszem, szlovák néző, elkezdték kiszórni az útra, olyan, mint a szénpor, ilyen valami fekete valami, tehát de nem tudom mi volt az, mert nem is múrva, tehát ilyen nagyon apró úrvát gyakorlatilag. Elkezdték kiszórni az útra, mert élvezték, hogy a kocsik csúszkálnak rajta. Gyakorlatilag mi mentünk első Mitsubishinek előttünk, csak VRC-k mentek, hát egyre jobban lelkesedtek be, hogy a csúszkálnak az autók épp, hogy csak elfért, jaj de jó. Hát mire mi odaértünk, jó meglapátolták az utat, és hát akkor kiderült, hogy nem műszaki hiba volt, hanem gyakorlatilag egy ilyen helyenként 2-3 cm-es vastagságú dzsuvára porra érkeztünk rá, és ennek volt köszönhető ez a jó nagy takaró. Hát akkor per pillanat azt mondtam, hogy nagyon érte többet nem jövök. Tehát örültem, hogy a Viki egyáltalán túlélte azt. Egyébként a mai napig bennem van ez a sztori. Tehát az emberi hülyeségnek a határtalansága, hogy nem is értik, hogy milyen probléma lehetett volna ebből.